Hetes stúdió. A Klubrádió közéleti, politikai magazinja. Folytatjuk a Hetes stúdió második óráját, és szokás szerint tanult újságíró kollégáimmal vitatjuk meg a legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeket. A stúdióban köszöntöm F. Szabó Emesét, a Magyar Narancs újságíróját, Rostoványi Andrást, a Népszava külpolitikai újságíróját, és hát természetesen Bolgár György kollégámat, aki klubrádiós mezben futott ki a pályára. Nos, talán a hét egyik legmegdöbbentőbb híre volt, legalábbis az én számomra az, hogy az Európai Unió országai közül Magyarországról kiderült, hogy a legkorruptabb. Erről a Transparency International tett közzé egy jelentést. Mit szóltok ehhez? Mit szóltok hozzá? Meglepetés ez? Nem volt, szerintem egyáltalán nem volt meglepetés, főleg annak tükrében, amilyen eljárás indult az ország ellen, tehát amilyen vállalásokat kell tenni az országnak az uniós pénzek folyosításáért, ez igazából abszolút paralel ezzel. Azért itt volt egy olyan kitétel, ami engem meglepett, amikor azt mondták, hogy ugye a vállalati szintű, vagy az alacsonyabb szintű korrupció az Romániában és Bulgáriában is tapasztalható, de hogy állami szinten szervezett korrupcióban Magyarország az éllovas, ez azért szíven ütött. Mit jelent ez a valóságban? Hát azt jelenti nyilvánvalóan, hogy nem csak a kis hivatalnokokat vesztegetik meg a cégvezetők azért, hogy azt az árkot ne kelljen mélyebbre ásniuk, vagy mit tudom én a hasonló ügyek, hanem rendszer szintű a korrupció. De hát ez, tehát hogy sajnos ezt is tudjuk, hogy rendszer szintű a korrupció. Igen, én ehhez csatlakoznék, hogy egyáltalán nem volt szerintem megdöbbentő. Én múlt héten egy szlovákiai úton vettem részt, ahol a helyi Transparency mesélte, hogy ott hogyan próbálnak küzdeni a korrupció ellen is. És az az érdekes, ugye, hogy ott volt ugye egy újságíró gyilkosság, de ehhez képest nem olyan rossz a helyzet. Ott a szlovákok mindig azt mondták, hogy nagyon nem szeretnének Magyarország sorsára jutni, pedig, mint mondtam, ott meggyilkoltak egy újságírót. És ott érzékelhetőek törekvések az ottani kormány részé, hogy visszaszorítsa a korrupciót. Itt legfőjebb csak a EU által kikényszerített integritáshatóság, aminek a vezetője eléggé érdekeseket szokott nyilatkozni néha a nyilvánosság előtt, amik nem sok bizalomra adnak okot. Hát mondjuk Romániában, ugye nagyon régen ez egy elhúzódó probléma volt, de ott a korrupció elleni küzdelem kormánypolitika szintjére emelkedett, még mielőtt az Európai Unió bármilyen szankciót léptetett volna életbe Bukaresttel szemben. Jó, de hát ott ki is kényszerítették az ottani korrupció ellenes hatóságot a EU csatlakozás feltételeként. Tehát nyilván ennek van oka. Ők se azért, mert belátta a politikai jeleit, hogy nem jó lopni, hanem belátta a politikai jeleit, hogy nem lehet lopni, úgyhogy Európai Uniós tagok vagyunk. Itthon ellenkezőjét látta be a politikai elit szerintem. Van egy érdekes felfogása vagy értelmezése ennek a Transparency rangsornak. Bauer Tamásé. Már mennyire ez rangsor? Hát rangsor. Az első tíznek mindenképpen. Mert Bauer Tamás arra hívta fel a figyelmet, hogy szerintem még a Transparency Magyarország sem jól értelmezi a saját indexét. Vagy legalábbis gyakran beszél róla úgy, hogy ahogy az általános felfogás gondolja, hogy mi a korrupció, és akkor nézzük a hagyományos dolgot. A Völner ügy az a hagyományos korrupció. Valamilyen társaság, valamilyen szervezet, valamilyen vállalkozás, valamilyen ember megkeni az ügyben illetékes, vagy annak gondolt állami hatóságot. De Gyuri, hát az igazságszolgáltatásban. De az egy másik kérdés, ez súlyos, jelzi a dolog súlyosságát, de a dolog mégis hagyományos, mert Ölner Pál volt államtitkár, el tudott valamit intézni a végrehajtói kamara elnökének, és az a szolgáltatásért cserébe a maga módján fizetett, és aztán a dolog persze elég kiterjedt volt, és nagyon sok mindenre kiterjedt, nem is tudjuk, hogy mennyi mindenre, csak sejthetjük, de ez a hagyományos korrupció, ez is láthatjuk, hogy él és virágzik Magyarországon. De Bauer azt mondja, és szerintem igaz is van ebben, nyilván a Transparency Magyarország is hasonlóan vélekedik erről, csak ugye nehéz ezt összevetni egy ilyen hagyományos módszerekkel készült
korrupcióérzékelési indexben, amiben Burkina Faso is benne van, meg Új-Zéland is. Szóval, hogy itt nem ez a hagyományos korrupció az igazi, vagy a lényeges, a döntő, mert Mészáros Lőrinc nem úgy nyeri el a nagy pályázatokat és a nagy beruházásokat, hogy megken valakit a kormányból, éppen fordítva. A kormány választotta ki Mészáros Lőrincet, vagy annak idején Simicska Lajost, vagy Szíj Lászlót is. Na most az ilyen partnereket, ezeket általában a királyságokban úgy hívják, hogy udvari beszállító. Igen, tehát, de azok saját maguk érdemelték ki ezt a címet, mert az egész udvar kiválasztotta őket, hogy hát ti vagytok a legjobbak. Tejából ti szállítjátok a legjobbat, öltönyökből ti szállítjátok a legjobbat, már van 50-100 éves múltatok, megbízhat benneteket, nem csak bennetek, nem csak az egész királyság, de a királyi udvar is. Gyuri, hát igen. Ezt pontosan tudjuk, hogy a magyar bürokrácia az nagyszerűen olvassa a jelbeszédet, és pontosan tudja, hogy a Marketet kell megbízni, meg a Mészáros és Mészárost, meg a 4iG-t, és így tovább. Lassan már nem marad olyan cég, amelyik a rendszeren kívül lenne. Dehogy nem marad, csak a rendszerbe bejutott és attól állandó megbízásokat kapott vállalkozások, vállalatok, nagyvállalkozók, azok ki lettek választva. Hát ki volt Mészáros Lőrinc korában? Senki. Kinevezték. Simicska Lajos ügyes ember volt, a Fidesz pénzügyeit jól intézte, és aztán kinevezték valamivé, hogy ő nyerje a cégével, nyilván remekül irányította ezt a közgépet, de mégis csak arról volt szó, hogy helyzetbe hozták fölülről. Ez nem a hagyományos korrupció, nem Simicska kente meg Orbán Viktort, vagy az illetékes minisztert, hogy ide figyelj, a közgép mennyivel jobban tudná csinálni, ugye érted, és átad neki valamit, hanem a rendszert fölülről változtatták, totálisan korruptá. És ez nem ugyanaz, mint ami általában a korrupció hagyományos felfogása. Sokan mondják azt, hogy ezek a korrupció által felhízlalt vállalatok egy normális piaci környezetben nem is lennének életképesek, egy-kettőre összedőlnének. Így van ez? Hát ugye ezt nem tudjuk, majd ha lesz rá példa, akkor megtudjuk. Az a szembetűnő, hogy például az építőipari cégeknek az export teljesítménye ez rendkívül alacsony. Tehát a nemzetközi porondon nem... Ez magyarul azt jelenti, hogy nem tudnak megállni. Hát, vagy nem is akarnak, nem tudjuk ezt teljesen pontosan. Hát, igazából volt idejük nekik kitanulni a szakmát az elmúlt években, tehát még az is lehet, hogy egy tisztességes versenyben is megállnák a helyüket, hát legyen így. Hát minden esetre kíváncsi leszek, hogy mondjuk 10 vagy 20 év múlva vajon ezen az Európai Uniós, illetve világlistán, majd világranglistán hol helyezkedik el Magyarország. Hát a héten egy másik ehhez szorosan kapcsolódó esemény is volt. Nyilvánosságra hozták a vagyonnyilatkozatokat. Hát aki elhiszi, hogy Orbán Viktornak csak 14 millió forint van a feleségével együtt a bankszámláján, az gyorsan tegye fel a kezét, vagy írjon be nekünk a hallgatók közül, mert én egészen biztos vagyok benne, hogy például az említett felcsúti gázszerelő nem a saját vagyonát igazgatja. Hát attól még nem az Orbán Viktornak a bankszámláján van. Hát itt van a kutya elásva, tehát hogy én szerintem most miért hazudna erről. Neki a bankszámlája ennyi van, de hogyha kell neki pénz, akkor bármikor tudja, hogy kitől kell kérni, és az, mert hogy hát tudjuk, hogy ki élet a bank? Igen. Ez a bank is, meg a másik is, hát ezért a hirtelen helyzetbe hozott emberi. Ugye, és ezért a korrupció nem ugyanolyan Magyarországon, mint másutt, mert korrupció mindenhol van, tényleg lebuknak a legfejlettebb, legtisztességesebb, legdemokratikusabb országokban is korrupciós cselekményekkel, az Európai Parlamentben is van korrupciós botrány, de nem az van, hogy kinevezik, kijelölik azokat, akik állandóan helyzetbe kerülnek, ez a totális, ezt nevezem, hát nem is lehet azt mondani. Meritokrata korrupció? Hát lehet, hát éppen, hogy nem meritokrata, mert hogy nem érdemelje. De nem máshol merit. Ja, igen, hát mondjuk. Azért tehát az, hogy Orbán Viktornak 14 millió forint van a számláján, az nem egy nagy, tehát az három havi fizetése, tehát hogy ha így nézzük, akkor ne egy brutális összeg. Ha meg onnan nézzük, hogy 25%-os infláció mellett ki az az őrült, aki 14 millió forintot tart a számláján, és égeti el ahelyett, hogy berakná infláció követő állampapírba, és még nyerne is rajta, az meg egy másik dolog. De ez neki az sincs.
szegénynek, ugye vannak olyan, olyan okos kormánytagok, akik ilyenbe rakják a pénzüket. De hogy ez nem okosság azért, kérdése, én szerintem. Elvárnám attól a Klubrádió hallgatótól, aki látja majd Orbán Viktort egy MOL kútnál megtankolni az autóját, szóval, hogy fizet is érte, hiszen ő minden 12 éve állami ingatlanban lakik, állami autót használ, és így tovább, tehát egész egyszerűen nincsen rá szükség, hát ez egy vicc, tehát természetesen, ugye mi nem vagyunk egy skandináv ország, ahol a miniszterelnök esetleg biciklivel megy a munkahelyére, páncélozott Mercedes kis busszal. De ha lenne neki biciklije, bevallaná. De egyáltalán szóval ennek az egész vagyonnyilatkozati rendszernek van bármi értelme Magyarországon, hiszen ez csak egy színjáték. Azért nincs értelme, mert olyan nincs mögött elszámoltathatóság leginkább azért. Tehát beír akárki bármilyen számot, most már ugye pontos számot be sem kell írni, elég egy tólig összeget beírni. Teljesen mindegy, hogy mit ír be, vagy mit nem ír be, a hozzátartozói illetően ugyanez a helyzet, semmilyen következménye nincs, tehát hogy nem kerül a szőnyeg szélére. Ja, ó, tényleg, csodába, hát az adriai villámot elfelejtettem beírni, de most már beírom. Biztos, jutott az eszébe, miközben erről nem, beszéltünk. Nem, valami káromkodás jutott eszembe, de hogy nem is ez a... megoldás egyébként, amikor gumiból vannak egy lakásnak a falai, és növekednek. Igen, meleg de hogy... Meleg vízbe kitágul. Így van, de hogy, tehát, hogy az, hogy semmi jelentősége nincs az egésznek, és valóban csak egy bohockodás, és akkor mi meg tudunk tapicskolni három napig, és turkálni mások zsebébe, hogy kinek mennyie van. Hát ez így elég komolytalan. Ez csak egy bulvár színvonalú gyakorlás. De egy dolog azért kiderül belőle, ha nem is az elszámoltathatóság, pláne nem az, hogy ha valaki esetleg gyanúba keveredik, akkor ennek meg lesz a politikai és egzisztenciális következménye, nem. De hogy ez a kormány szinte csupa, nagyon gazdag emberből áll, az még ebből is kiderül, hogy milliárdosok röpködnek a kormány. Már röpködnek. Röpködnek, a szószoros értelmében. Igen, de hogy azért ez egy elég különleges kormány, az illető, vagy mondjuk Európai Uniós országok kormányait, ha végignéznénk, akkor az ottani állapotokhoz, az ottani keresetekhez képest ennyire feltűnően gazdag a legfelső 10 000-hez tartozó politikusok, miniszterek, tehát ilyen számban biztos nincsenek. De vajon mi ebben a nemzetközi gyakorlat? Máshol hogy vannak ezek a dolgok? Mert azt tudom, hogy az Egyesült Államokban például nagyon nagy húzavona volt a körül, hogy Trumpnak, Donald Trumpnak az adóbevallásait egyáltalán nyilvánosságra lehet-e hozni, és hát annak az ügynek még nincs vége, tehát azért a transzparencia a bizonyos értelemben a nyugat-európai országokban jelen van, tehát ott nincs, nem lehet ennyire félváról venni a vagyonnyilatkozatokat. De ott van egy normális társadalmi nyomás, tehát hogy ott vannak botrányok, amikbe be lehet bukni. Hát a finn miniszterelnöknek valami reggeliről kellett elszámolnia, hogy azt most kormánypénzből fizette a tojásrendetáját. Itthon meg egyszerűen annyira megosztott a társadalom, hogy az egyik botrány az egyik oldalon, tehát nincs hatása, és főleg a kormány oldalon nincs hatása, még ellenzékben még be lehet bukni botrányokban, de kormányról nem. Kormányról csak felfelé lehet bukni. És azért nekem tetszik az, hogy a milliárdosokból vagy milliómosokból álló kormány beszél dollár baloldalról. De nem is ez a szerintem az érdekes, hanem hogy most itt van ez a 27%-os infláció, és akik ilyen gazdagok, azok hogyan értik meg, hogy az átlag embernek milyen problémáik vannak? Tehát, hogy nekik biztos ők is észreveszik, hogy drágább a kaja. Hát érdekli őket az átlag ember azon kívül, hogy négy évente elmenjen szavazni? Valószínűleg nem, de hogyha érdekelni is őket, akkor megéreznék el, szembesülnének azzal, hogy milyen problémái vannak az átlag embernek. Ha azt mondja... Az átlag embernek probléma a közoktatás. Ezeknek az embereknek nem probléma a közoktatás, mert beadják a gyereküket magánsuliba. Vagy külföldön tanulnak. Vagy külföldre, persze. Én azért nem becsülném le őket, biztos, hogy értik, hát érezni nem érzik persze, de azt nagyon jól érti mindegyik Orbán Viktortól lefelé, hogy
25%-os inflációval azért nem vagánykodhatunk, és az biztos nagyon kínos sokaknak, ha másból nem értik, vagy nem érzik, akkor abból, hogy sok szakmában, sok szakszervezet, sok alkalmazott úgy érzi, hogy neki vagy sztrájkolnia kell, vagy sztrájkköveteléseket kell előterjesztenie, vagy keményen kell tárgyalnia a munkaadóval, vagy a kormánnyal, mert kérem, 25%-os infláció mellett nem emelnek semmiféle bért. Ugye a közalkalmazottakról, hát ha ez Franciaországban történne, már a Champs-Élysées már lángokban állna. Ez egy másik kérdés, hogy most megadják, vagy nem adják, mit adnak, meg mit nem adnak, de tudják, hát nem is buták, tudják, tisztában vannak vele, azt is tudják, hogy ebből nem lesz olyan, mint Franciaországban, tehát nem, akkor nem fogom teljesíteni a követeléseket. De tényleg nem az a kérdés, hogy értik-e, tudják-e, hanem inkább az a kérdés, hogy, és ezt nem teszi föl tulajdonképpen senki, bár köztudott, közismert, hogy lesz a honvédelmi miniszterből olyan milliárdos, aki az elmúlt 10 év során szinte fordítva, semmiből... Hogyan lesz a milliárdosból honvédelmi miniszter? Mert ide-oda csiki-csukiznak vele. Most ide raklak, most oda raklak. Most milliárdos vagy, most veszel egy Dunakeszi jármű javított, most veszel egy cseh repülőgépgyárat, most eladod, most kapsz 30 évre egy kaszinó koncesziót, most miniszter leszel. Ilyen korrupció nincs sehol. Ez is maga a korrupció egyfajta kiterjesztett értelemben. Egy korrupciós rendszert vezetett be Orbán Viktor, de ő irányítja az egész folyamatot. Azt azért vitatnám, hogy nincs ilyen sehol. Hol van? Nincs ilyen sehol. Putyin Oroszországában. Libanonban is van ilyen. Libanonban milliárdos a miniszterelnök, miközben éheznek az emberek. Nem, annyira, tehát Magyarország európai kontextusban nyilván rossz helyzetben van, de nemzetközi kontextusban szerintem még ez a korrupciós szinte is kifejezetten jók vagyunk, mert például tehát, hogy pofátlanul nyúlnak, persze, de van annyi pénze az országnak, hogy még a pofátlanul nyúlásból is csúran cseppen valami a népnek is. Tehát azért afrikai országok, közel-kelet, dél-kelet-ázsia. Burkina Faszóval akartam összehasonlítani. Kivel hasonlítjuk össze magunkat? Nyilván, ha Európai Unión belül hasonlítjuk, akkor nagyon rosszul állunk, természetesen. Csak mindig azért nemzetközi perspektíva, tehát nem a magyar a legsanyobb sorsú nép szerint. Jó, de ez kicsit olyan, mintha azt mondanád egy magyar nőnek, hogy örülj neki, hát neked már nem kézzel kell mosni. De hogy azért, hadd legyenek már az elvárásaim, mondjuk európai szintű elvárások. Nyilván csak ne essünk túlzásba, tehát hogy azért tehát azért vagyunk még jól, mert Európai Uniós tagok vagyunk szerintem. Én meg azt gondolom, hogy az elhalasztott lehetőségek az a legnagyobb veszteség. Igen. Tehát, hogy a csúran cseppen persze van babaváró hitel, meg nem tudom én. Igen, tehát nem azt mondom, hogy ez elégedetnek kell lenni, csak ahhoz képest, hogy mi lehetne, az nagyon fájdalmas. A politikai kérdés ilyen szempontból az, hogy a lakosság az elszalasztott lehetőségeket nem érzékeli. Tehát átmegy majd Szlovákiába most is, meg majd 3 év múlva, és azt látja, hogy a szlovákok jobban élnek. A lengyelek, akiket ugye azért egy nagy népes ország, azt gondoltuk, hogy azért mi előbbre vagyunk ezelőtt 20 évvel, messze elhúztak mellettünk. Lassan Romániával és Bulgáriával vagyunk fejfej mellett, különösen ami az egyfőre számított GDP-t jelenti, de, és ez is a héten volt hír, hogy az átlagkeresetek alapján is sereghajtók vagyunk az Európai Unióban, mi vagyunk az olcsó Jánosok. Jöhet ide egy sor akkumulátorgyár, mert lesz bele olcsó munkaerő. Ja, nem lesz. Igen, ez kérdés, hogy honnan nézzük ezt a problémát igazából. Ha arra megyünk rá, hogy az ország összeszerelő üzem legyen, és az akkumulátorgyárnak legyen alkalmazottja, akkor ahhoz nem kell magas átlagkereset. Ha azt szeretnénk, hogy itt programozó matematikusok hemzsegjenek úton útfélen, akkor szükségszerűen magasabb lesz az átlag. Tehát, hogy csak ez valaminek a következménye. Itt nem arról van szó, hogy persze nyilván keveset keres a melós, de mindenhol keveset keres a melós. De furcsa statisztika volt, ami ennek ellentmondott, hogy a szakipari, tehát az igazán jó szakmunkások, azok
elkezdtek a felső 20%-ba, a társadalom felső 20%-ába tendálni, míg az értelmiségnek egy nagyon jelentős része pedig már a középről is csúszik lefelé. Tehát én úgy gondolom, hogy itt azért az oktatás a kulcskérdés, az oktatás minősége, de hát minden az ellen mutat, minden mutató, hogy itt valóban kiművelt emberfők sokasága jutassa azt az országot A-ból B-be, vagy valahová. Én azért azt gondolom, hogy ez egy nagyon összetett probléma. Tehát lassan bebizonyosodik, hogy ami a legdrágább, az az élő munka. És pillanatnyilag ott tartunk, hogy amikor a villanyt meg kell szerelni, meg a vizet, meg a satöbbit, akkor azt már mindenki látja a saját életében, hogy valóban ez rendkívül sokba kerül, és nagyon drága. De ugyanez az élő munka, ez nagyon drága a bármilyen más értelmiségi poszton is, akár a mi élő munkánk is rendkívül sokat ér, aztán mégis a fizetést szerint ez nem jön össze. Tehát egy nagyon hosszadalmas és nagyon, nagyon összetett probléma az, hogy az élő munkát mikor és hogyan fogja mindenkori állam megfizetni, és pillanatnyilag ott tartunk, munka. Hogy a villanyszerelőn már kénytelenek vagyunk megfizetni, a könyvtárost nem, mert mindegy, majd veszünk el bukott, vagy tök mindegy. Tehát, hogy ez nagyon-nagyon lassan gyűrűzik át, és valóban, ha nincs egy olyan kormányzati szándék, hogy megbecsülést kapjon az értelmiség, a tanulás és a hozzáadott érték, addig nem fog ez felszivárogni más helyekre. A mérleg két serpenyőjébe itt ugye hogyan lehet előre jutni? Mi még úgy tanultuk, és ezért tanultunk, hogy a tudás, a nyelvek, a világlátáson keresztül, másik serpenyőjében ennek a társadalmi mérlegnek meg az ügyeskedés van, és úgy látjuk, hogy aki ügyeskedik, az messze gyorsabban juthat előre, így kapcsolódunk vissza a korrupcióhoz. Nem kell itt tanulni, csak jó telefonszámokat kell tudni. Hát szerintem meg kell tanulni sajnos, és pont az a baj, hogy ez nem teljesen egyértelmű és nyilvánvaló mindenkinek. Tehát az, hogy államilag támogatjuk, hogy a fiatalok nyelvvizsgához jussanak, és akkor erre elkülönítünk 2 milliárd forintot a költségvetésben, de nem kötelező a diplomához a nyelvvizsga, az egyszerűen nevetséges. Tehát, hogyha nem kényszerítjük ki azt, hogy a gyerekeink nyelveket tanuljanak, és készségszinten beszéljenek legalább egy idegen nyelvet, akkor igazából nagyon-nagyon nehéz helyzetbe hozzuk a fiataljainkat. Hát ez lenne a normális belépő már egy egyetemi felvételihez, nem a diplomához, már az egyetemi felvételihez, sok országban, de hát ettől ugye nagyon messze vagyunk. Ez normális közoktatás kéne, ahol a tanárnak van ideje, és nem... Fizika tanár kéne, kémia tanár kéne, német tanár, francia tanár, angol tanár, matek tanár, és így tovább. Hosszasan sorolhatnánk, 16 ezer tanár hiányzik. Ugye ennyi hiányjel volt itt a szomszédunkban, a Hősök terén most a fölrajzolva krétával, de hát ezzel nem jutunk előre. Aki látott már belülről. Én nekem volt szerencsém látni egy autógyárat belülről. Ott robotok dolgoztak, és az emberek csak a robotokat tápláltak, hogy úgy mondjam, a robot keze alá dolgoztak. Hát ilyen összeszerelő üzemmé át lehet alakítani Magyarországot, csak ez egy nagyon szomorú ország akkor. De ebben van tudatosság, hiszen aki nem szerezte meg a műveltséget, aki nem tud hozzájutni információkhoz, annak mindegy, hogy ott mit csinálnak ott fönt, meg mennyi pénzt lopnak el, csak nekem jusson csülökre, meg sörre, azt el vagyok vele. És visszatérve a korábbi leegyszerűsítés? Lehet, de visszatérve a korábbi gondolatra, ezek az emberek nem is fognak elmenni Romániába, vagy Szlovákiába megállapítani, hogy ott mennyivel jobb a életszínvonal, mert egyszerűen nem fognak kijutni külföldre, mert nem is érdekli őket, hogy mi van. Esetleg eljutnak a tengerpartra, a tengerpart mindenhol szép, de nem azt fogják megállapítani, hogy milyen jól élnek az emberek, hanem de jó, eljutottunk a tengerpartra, még ezt is megengedhetjük magunknak. Visszatérve arra, hogy mennyire szándékos volt a közoktatás legyengítése, lerombolása, illetve ennek a összeszerelő Magyarországnak a felépítése. Teljesen emlékezzünk vissza a korábban nem Orbán szövetséges, de aztán mégis azzá vált Demján Sándorra, aki annak idején, és ő végig baloldali elkötelezettségnek vallotta magát, aki többször elmondta, hogy minek képzünk itt mi egyiptológusokat, meg régészeket, meg ki tudja milyen
tulajdonképpen gazdaságilag nem hasznosítható értelmiségi foglalkozású embereket. Magyarországon hiány van szakképzett munkaerőből, erre kell koncentrálni. Erre úszott rá Parag László, kereskedelmi és iparkamara sokszoros elnöke, aki szintén ezt mondta, és Orbán Viktor ezt elfogadta, onnantól kezdve Demján is a barátja lett, mai napig is hivatkozik rá rendszeresen. Igen, Magyarországon a szakképzést kell erősíteni, és erre tettek is lépéseket. Párhuzamosan vele 16 évre szállították le a tankötelezettségi korhatárt, és gyengítették egyébként a gimnáziumokat, és így tovább. Szóval ez egy teljesen tudatosan elhatározott politika volt, ráadásul azzal az eredménnyel kecsegtetett, hogy nem kell itt 10-15 évet várni, ha mi korszerűsítenénk az oktatást, és egy csomó dolgot beletennénk, pénzt elsősorban, hát majd 10-15 év múlva lenne belőle valami. De a szakképzést azt lehet már 2-3-4 év alatt is olyanná tenni, hogy ez a 14-16 éves, majd 16-18 éves korára, 18 éves korára már valamiféle szakmunkásságra alkalmas legyen, fölfogják. Termeli a GDP-t, és fizeti az adót. Így van, így van. Szóval ez egy, igen, igen. Mondjuk nem termeli a GDP-t, tehát hogy a hát, csak zárójelesen jegyezi meg, ugye Demján Sándor is mondott hülyeségeket, ez például az volt, de hogy ugye a szakképzés megreformálásában a alapvető fontosságú lett volna, hogyha kikerül egy szakmunkás az iskolából, akkor ne csak falat festeni tudjon, mert azt baromi jól tud, hanem fel tudjon építeni egy vállalkozást, tudja, hogy hogy kell megcsinálni egy céget, amelyik azzal foglalkozik, hogy házat fest, vagy villanyszerel, vagy tök mindegy. Tehát, hogy komplexitásában tudjon gondolkodni, egyszerűen ne csak egy segédmunkás legyen, mert abból van elég, de gondolkodni képes szakmunkásból viszont sokkal kevesebb. Aki a tudását, készségét, ha kell, akkor általános könnyen át tudja műveltséggel és világlátással együtt persze, tudja persze, eldönteni, persze. Hogy hogyan én lehet boldogon. Én ezzel csak azt akartam mondani, hogy ez egy tudatos szándék volt, nagyon határozott céljai voltak, és igen, ezt az összeszerelő üzem Magyarországot csinálják is. Nem mondom azt, hogy ez totálisan rossz, hiszen az adottságaink többé-kevésbé erre voltak, vannak meg, és most, hogy a közoktatás is ilyen, meg az egyetemi oktatás is olyan, ez a helyzet, ez az alaphelyzet tulajdonképpen változatlan. De hogy visszatérjek az akku gyártáshoz, mert abból indultál ki. Ott ugye ez egy egyik kérdés az, hogy jó, akkor Magyarországon akkumulátorokat fogunk gyártani, ehhez majd lesz, zárójel nem lesz, elég munkaerő, de úgy teszünk, mintha lenne, és minden esetre meg tudjuk ezeket csinálni, telepíteni tudjuk, igaz, hogy nem magyar a technológia, vagy kínai, vagy dél-koreai, vagy valahonnan más jön, de ebben jók vagyunk, hogy ezeket itt leültetjük, és megadunk nekik egy csomó kedvezményt. Ez az egyik dolog, tehát önmagában az, hogy összeszerelő üzemeket létesítünk, ez az Orbáni gazdaságpolitika gyakorlatilag alapja. Ezt csinálják 10 éve folyamatosan, ezért rohangál föl alá Szijjártó Péter mindenhova, hogy még innen is hozzok be valamit, innen is hozzok be valamit, és adunk hozzá egy csomó állami támogatást. Értitek? Tehát ez az egyik része, de a másik az akkugyárna, ez fontos, egy mondatban legalább, hogy önmagában tehát ez nem volna baj, ezek a lehetőségeink. Itt két külön probléma adódik. Az egyik, hogy miért kell nekünk a világ egyik legnagyobb akkugyártójává válni, miközben ez egy olyan tevékenység, ahol a hozzáadott magyar érték viszonylag kicsi, ahol nagyon nagy energiafelhasználás kell, már pedig Magyarországon nincs lényegében energiaforrás, tehát ezeket importáljuk, és nem tudjuk magunkat ellátni, és nagy a vízigénye, már pedig Magyarország vízben szerettük mondani, főleg Áder János, milyen gazdagok vagyunk, nem igaz, abban sem vagyunk. Tehát elveszik a termőföldet, mondjuk Debrecenben, jó termőföldet, nagyon sok víz kell hozzá, nagyon sok energia kell hozzá, a hozzáadott érték kicsi, és még a lakosságot sem kérdezik meg, hanem azt hiszik, hogy minden csubba alatt meg lehet csinálni. Itt van, nesztek, vigyétek. Hát ez a probléma. A legnagyobb probléma ezzel az én szememben Györfi Dóra tanulmányából, egy 20 oldalas tanulmányból derül ki,
aki egyrészt kimutatta, hogy a hozzáférhető adatok alapján ezeknek a beruházásoknak 17 év a megtérülése, tehát normális befektető ilyesmivel nem foglalkozik. Nyilván a kínaiak, most a magyar állam szemszögéből vizsgálta ő, meg ezek miatt a majdnem 10%-ot vagy 10%-ot meghaladó adókedvezmények miatt, és ami a másik dolog, ami a számára kiderült a kutatásokból, hogy egyáltalán semmiféle közgazdasági számítás nem előzte meg ezeknek az akkumulátorgyáraknak az ide telepítését. Jó, nyilván van valaki, akiknek jó, a kínaiaknak nagyon jó, mert bekerülnek az Európai Unió piacára, meg tudták kerülni a vámhatárt, koreaiak dettó, de Magyarország számára ebben vajmi kevés, ha van egyáltalán, akkor az vajmi kevés, a kockázatok pedig óriásiak. Egy haszna van. A német autógyártáshoz akarunk kapcsolódni, vagy továbbra is oda akarunk tartozni, úgy érezzük, hogy ez a mi mentővünk, vagy Orbánék úgy érzik, és ebben szintén van igazság. Ha nem adaptálódunk ehhez az új trendhez időben, és megfelelő mennyiségben, akkor lehet, hogy elveszítjük a mai helyzetünket, gondolják ők. És hát van itt még egy kérdés, ez pedig az érintett lakosság. Hát azt én azért megmondom őszintén, nem gondoltam volna pár hónappal ezelőtt, hogy Debrecenben ráborítják a Billit a polgármesterre. Hát az egy fideszes fellegvár volt. Most pedig nem tudjuk, hogy ki, mikor, kire, miért borít rá Billit. Tehát, hát, hogy azért azt gondolom, jó, láttunk. De szerintem kb. 6-8 éve mondjuk folyamatosan, hogy majd egyszer lesz egy olyan pont, ahol elszakad a cérna, és akkor megy majd a borítás. És akkor mindig jön az internetadós tüntetés, ami ugye, ha úristen, tehát, hogy nem tudjuk, iszonyat nagy a feszültség a társadalomban, és azért az, hogy a Fidesz fellegvára Debrecen, mondjuk ilyen 50-50 körülbelül azért ott a ez biztos Kósa Lajos megkontrázná, de én hát nem lehet, vagyok az ördög. Lehet, de hogy ez így nem, ennyire nem egyértelmű. De az emberek azért a saját bőrükön tapasztalják azt, hogy akarnak-e oda, nem tudom én, szennyvízülepítőt, akugyárat, nem tudom én, akármicsodát, atomreaktort, valamit a határba, vagy nem akarnak, és ez szerintem messze-messze túlmutat azon, hogy én majd 2026-ban a Fideszre fogok szavazni. Igen, hát nem a Fidesz-szel elengedetlenek egyébként, hanem konkrétan ezzel az üggyel, tehát, hogy nem... Szerintem helytelen az ilyeneket párpolitikai szempontból kezelni. Nyilván a Fidesznek ez rosszat tehet, de hogy az emberek nem azt gondolják, hogy ez a fideszes polgármester milyen rosszat csinál, vagy a fideszes kormány, hanem egyszerűen azt gondolják, hogy ez nem jó, és egy bizonyos intézkedés ellen tiltakoznak. És tehát hogy szerintem erről nem lehet ilyen messze menő közvetkeztetéseket levonni. Lehet, hogy ezek az emberek legközelebb ugyanúgy behozzák a Fideszre morogva, hogy hát akkor inkább a Fidesz, mint az ellenzék. Hülye akkugyár, de azért rászavazunk, tehát, hogy Majd Orbán megvéd minket az akkutyártól is. Majd Orbán megvéd az akkutyártól, amit ő hozott ide, de majd megvéd minket. Tehát, hogy... Na de hát közben ezekben az akkumulátorgyárakban nem is a magyar munkaerő számára teremtenek munkahelyet, hiszen nincs elég ember erre sem. Tehát Bangladesből, Törökországból, Mongóliából, Közép-Ázsiából, Isten tudja honnan hoznak ide munkaerőt. Migránsokat. Nem, hát ez munkaerő, szó se róla. Lehet egyébként, hogy ez valakinek egy nagyon jó üzlet behozni külföldről dolgozókat, de egész egyszerűen, hát ha valaki mondjuk végigmegy a Dunaújvárosi utcán, ott van a Hankuk a közelében, ugye a dél-koreai autógumigyár, hát nagyon színes, most már majdnem olyan, mint a Stockholmi utca, tehát, hogy mindenféle náció látható, ami korábban ott nem volt. Tehát egész egyszerűen nincs is munkaerő, aki dolgozzon ezekben a gyárakban. Ugye ez is egy súlyos kérdés, mert az ő fizetésük az nem a magyar költségvetést fogja gyarapítani. Jó, amit itt elköltenek, azt igen, de egyébként küldik haza a pénzt. Tehát... Mi ebből a tanulság? Még kevesebb értelmiségi kell, még több szakmunkás. De gonosz vagy, Gyuri, ez igazán nem gondoltam volna. Ingyen adom Orbán Viktornak ezt a tanácsot. Ugye a hetes stúdiós mikrofonja előtt F. Szabó Emese a Magyar Narancstól, Rostoványi András Rosti a Népszavától és Bolgár György. És akkor folytassuk egy egészen meredek kijelentéssel,
nevezetesen, hogy a magyar külügyminiszter azt dobta be a köztudatba, hogy esetleg Erdogánnak béke Nobel-díjat kellene adni, hogy mit szóltok ti ehhez, hogy a török elnököt, Recep Tayyip Erdogánt felterjessze valaki Nobel békedíjra. Rászolgált? Azért nem Szijjártó terjesztette föl, hanem a türk tanácsban vetődött ez föl, mi csak támogattuk, hát tulajdonképpen micsoda nagyszerű dolog. Mert az egyetlen sikeres közvetítés ebben a háborúban szerinte Törökországhoz fűződik ez az ukrán-orosz gabonaexport megállapodás, amiben a törökök valóban részt vettek, de a döntő szerepet talán az ENSZ vállalta. Részben magát. Azért is, mert a Boszporuszon keresztül kellett ezeknek a hajóknak haladni. Amúgy tényleg el kell ismerni, hogy Erdoğan ebbe jót csinált. Az más kérdés, hogy a béke Nobel-díjat mennyire kell valakinek odaítélni, aki folyamatosan háborúval fenyegeti az észak-szíriai kurdokat. Ez egy főként ugye mostanában milyen érzékeny, drága kormányunk a békére, és milyen fontosnak tartja a békét. Valahogyan így, amikor Törökország akar háborúzni, akkor soha nem az, hogy hát tárgyaljatok, meg ilyenek. Nem, csak amikor Ukrajna. Meg egyébként Izraelnek sem mondják azt, hogy mi lenne, hogyha leülnétek a palesztinokkal tárgyalni. Szóval egyébként érthető a kezdeményezés, de szerintem az az érdekes az egészben, hogy mennyire érzi a magyar diplomácia, hogy nyalni kell valakinek, most éppen a török elnöknek, de volt szintén a héten sztori a Orbán Viktor pohárköszöntője az Alijevnek, nem tudom, olvastátok el, az azai zsarnoknak, amiben egészen elképesztő dolgokat mondott, olyanokat, hogy Magyarország számos hibát követett el, tökéletlen barátot nyel Azerbajdzsán Magyarországa, ilyeneket mondott, így megalázkodott egy pohárköszöntő kedvéért. És én azt nem értem, hogy miért gondoljuk azt, hogy ez bárkinek jó, hogy ennyire megalázkodunk, hogy ennyire nyalizunk, attól a törökök nem fognak ránk jobb szövetségesként tekinteni. Hát én nem tudom, hogy mennyi gazdasági alapja van annak, hogy ugye felmerült a földgázvezeték, meg az, hogy az azeri szélenergia által termelt áramot vezessék ide Kelet-Európába, vagy a Balkánon keresztül Magyarországra, nem tűnik egy nagyon gazdaságilag megalapozott kérdésnek. Emesére nézek, mint gazdasági újságíróra. Igen, nem értetett, hogy nem értek az energetikához egyáltalán, de ha csak abba gondolunk bele, hogy dönthetne úgy Magyarország, hogy az energiahordozók beszerzését közösen intézi az Unióval, ami azért egy elég nagy piac és elég jelentős beszerző ahhoz, hogy keményen tudjon tárgyalni, vagy azt gondolja, hogy majd ő külön utasként jobb ajánlatot tud kialkudni. Én kötve hiszem, hogy egészen kicsi szereplőként, normális tárgyalópartnerként tudna viselkedni Magyarország, és ez nem a kormány, vagy nem Orbán Viktor hibája, egész egyszerűen a piac így működik. Tehát, hogyha ott van egy baromi nagy szereplő, akkor az diktál határat, és jobban fogja tudni érvényesíteni a saját. Igen, jobban tudja érvényesíteni az akaratát, mint egy statisztikai hiba határ alatt lévő szereplő. Abban is van valami ráció, hogy Azerbajdzsánnal jóba akarunk lenni, ugye? Mert mégiscsak egy jelentős energiatermelő, van olaja, van gáza, lehet, hogy lesz szélenergiája, és már meglátjuk. Formaegyes futamot is rendeznek, igen, Baku utcáin. Így van, az ember elmegy Bakuba, én nem voltam, de Szijjártó minden második nap oda jár. Most a héten is volt, nem elég, hogy az azeri elnök itt, a Szijjártó ott, szóval tényleg mindent megtesznek. Igen. De hogy aztán több ezer kilométerre a Kaszpi-tenger alatt, Románián, Magyarországon és át a Fekete-tenger, szóval egy ilyen elektromos vezeték mennyire lesz gazdaságilag, technikailag egyáltalán megvalósítható, vagy kifizetődő, ezt nem tudom. De hogy ott van energia, az biztos. Ha mi az oroszokról le akarunk válni,
Orbánék célozgatnak rá, de azt mondják, hogy hát nem lehet, hát a jelenlegi infrastruktúra ezt nem lehet, teszi lehetővé, a földrajzi közelségünk nem teszi lehetővé, de ha eközben szokásukkal szívvel azt csinálják, hogy de Azerbajdzsán felé talán lehet, akkor azt mondom, hogy bár Alijev is egy önkényúr, legalább olyan rossz, mint a Putyin, de legalább nem jelent közvetlen veszélyt Magyarországra, míg Putyin és Oroszország nem csak Magyarországra, egész Európára azt jelent. Nyilvánvalóan ezért mentek el az Európai Unió vezetői is Azerbajdzsánba, mert úgy gondolják, hogy Azerbajdzsán lehet valamilyen alternatíva, legalább részben, és nem jelent veszélyt Európára. Pont. Ennyiből a dolog valóban logikus, de hogy miért kell valóban látványosan megalázkodni előttük, ez benne van Orbánban. Nem csak vele teszi ezt, sokakkal másokkal szemben is, miközben képes odavágni a kesztyűt barátaink orra elé, lábához, szövetségeseink hasonló érdekeket, hasonló gondolkodásmódot elvileg képviselő politikusok és állami vezetők elé, és ezeknek az embereknek meg tényleg hatalmas ívben nyal, ez egészen érthetetlen. Én vitatnám. Valószínűleg azt hiszi, hogy ezek ezt várják el. Én vitatnám, hogy hasonló gondolkodású állami vezetőknek elvileg hasonló, meg az igen, tehát szövetségeseinknek, de azért szerintem gondolkodásmódban az Alijev meg a Erdogan sokkal közelebb áll az Orbán Viktorhoz. És szerintem lehet, hogy az Orbán Viktor is szereti, hogyha neki hízelegnek, és úgy gondolja, hogy hát akkor biztos ezek a személyek. Lehet, hogy ebből indul ki, hogy hát de egy ivásúak vagyunk. Én feltételezném, hogy tényleg szeretik ezek az emberek, csak ugyanakkor a tárgyalásoknál vannak annyi a profik, nem úgy, mint a Trump, akinek azért számított, ugye emlékezünk rá, a lengyelek Trump bázist létesítettek azért, hogy oda telepítsenek amerikai katonáknak, és a Trumpnak ez bejött. De hogy ezek az emberek profibbak, és tudják, hogy jó, örülnek, hogyha megegyezgetik az egójukat, de azért nem ezek fognak dönteni a tárgyalásoknál. És tegyük hozzá, Azerbajdzsán sem tudja kisegíteni Magyarországot. Tehát összességében azt hiszem, az egész Európai Unió meg Azerbajdzsán is arról beszél, hogy a következő években összességében Európának 10 milliárd köbméterrel több földgáz szállítanak. Na ez körülbelül Magyarország teljes év fogyasztása. Ez az Európai Uniónak hát jelent valamit, de a problémát nem oldja meg. Melyik a jelenlegi ugye energia problémát kioldotta meg? Az Amerikai Egyesült Államok. Alapvetően onnét érkezett nagyon sok cseppfolyósított földgáz. Meg Norvégia egyébként. Hát Norvégia, igen. Ez mondjuk, sőt, az öböl menti országok közül, Katar, de nem annyira. A mennyiség az Amerikából jött, ami nem itt a környékünkön volt. Igen, viszont ha már itt szóba került ugye a kelet-európai térség, Magyarország vagy a magyar parlamenti képviselők az Európai Parlamentben nem szavaztak, amikor Oroszországot elítélő nyilatkozatot fogadott el az Európai Unió. Benn voltak a terembe, de hát valahogy görcsállt a kezükbe, és nem tudták fölemelni, hogy megnyomják a megfelelő gombot. Ez is egy nagyon furcsa hozzáállás, mert akkor, ha ők úgy gondolják, hogy ez nem jó, akkor legalább karakánul mondják azt, hogy kérem szépen, nekünk az az utasítás jött Budapestről, hogy mi szeretjük Vlagyimir Putyint és Pereputyát, és mi akkor teljes mellszélességgel kiállunk. De hát ez... Szóval nem teljes, fél mellszélességgel. Hát szóval ez azért, és ez is megint egy picit a törleszkedés kategóriájához esik. Hát stílustalan. De ez az Orbáni pávatánc lényege, igen. Változatlanul, és akkor ennek az egyik látványos megnyilvánulása volt az, hogy a magyar külügyminiszter Szijjártó nekirontott a budapesti amerikai nagykövetnek, hogy teljességgel érdektelen, hogy mit mond az amerikai nagykövet, és semmi köze hozzá, nem szólhat bele Magyarország belpolitikájába, hogy képzeli ezt pont. Miközben Pressman azt kérdezte, mégis hogy van az, hogy Oroszország szemben áll az egész nyugattal, a NATO-val, támadja Ukrajnát, és Magyarország pedig vele kokettál. Talán ezt kéne eldönteni, hogy hol állunk, vetette föl ezt a jogos kérdést az amerikai nagykövet.
kikérjük magunknak. Miközben Orbán Viktor elmegy Texasba, felszólal ennek a bizonyos CPAC-nek, tehát egy a republikánus párt jobb szélén álló csoportnak a konferenciáján, és ott elmondja, hogy hogy kell győzni. Kedves konzervatív barátaim, ezt és ezt csináljátok. Mi a fene ez, ha nem beleszólás az Amerikai Egyesült Államok belpolitikájába? Ráadásul az egérke a szónokol az elefántnak, hogy te tudod, hogy csinál? Na mindegy, szónokol, elmondja, és amikor itt van az Egyesült Államok nagykövete, és megkérdezi a legnyilvánvalóbb kérdést, akkor fogja be a száját, hihetetlen. Hát nem tudom, hogy talán valaki felvilágosíthatná Szijjártó Pétert, hogy egyébként az amerikai nagykövet az nem egy David Pressman nevű magánembert képvisel itt, hanem a szószoros értelmében az Egyesült Államokat, a Fehérházat, és hát természetesen ugye a külügyet. Tehát azért az ő szavának bizonyos értelemben véve nagyon komoly súlya van. Én nekem azt tetszik, hogyha annyira lényegtelen, hogy mit mond a nagykövet, akkor Szijjártó Péter miért érzi úgy, hogy válaszolnia kell. Tehát, hogy ha lényegtelen, hogy én mit mondok, de hogyha Szijjártó Péter válaszolna, akkor már is lényegesnek tűnne. Hát Matolcsi után szabadon ez talán az unortodox diplomácia, ami a bennrakkal. A másik zajlik. Pedig egy profi diplomata ilyenkor nem eszkalálja a helyzetet, hanem megpróbálja elsimítani. Nyilván oka volt, hogy Pressman ezt miért a nyilvánosság előtt közölte. Valószínűleg egyszerűen nem hallgatják meg a kormány részéről, ez pedig egy jel volt, egy figyelmeztetés. És nyilvánvalóan megbeszéli a saját külügyminisztériumával, hogy kiállok a nyilvánosság. Igen, hát ugye, aki egy kicsit is ismeri a diplomáciát, az tudja, hogy egy nagykövet az általában vezényszóra szokott megsértődni, és vezényszóra szokta megütögetni a vállát, vagy barátságosan belekarolni valakibe. Tehát ezekben abszolút nincsenek véletlenek. Tehát ez az amerikai kormányzat álláspontja. A külügyminisztérium ki is állt a nagykövet mellett, tehát hogy rá is erősített. Washingtoni. Nyilván nem a magyar. Igen, szóval az a döbbent, hogy persze Szijjártó is nagyon jól tudja, hogy a nagykövet nem magától beszél, hanem ez az amerikai kormányzat álláspontja, de ezt kikéri magának, és soha egyszer sem ő, sem a főnöke nem kérte ki magunknak azt, hogy Putyin megtámadta Ukrajnát, ha nagyon kell, akkor elmondják, hogy hát igen, Ukrajna elleni agresszió, de főleg béke kell, igen. Nem azt mondják, és Pressman is ezt kifogásolta, nem azt mondják, hogy béke kell azonnal Putyin úr állítsa le a csapatokat, és vonuljon vissza, és hirdessen békét, szörnyű hiba volt, de ha most belátja, annál jobb magának is, meg nekünk is. Nem, soha nem szólnak Putyinnak, az Amerikai Egyesült Államoknak, szövetségesünknek nemhogy beszólnak, beüvöltenek. Ráadásul nem csak az Amerikai Egyesült Államok, az összes többi szövetségesünknek, tehát... Hogy mennyire nem szólnak bele a dolgainkba, vagy a mások dolgába. Ugye törökök, velük is tárgyaltak a héten, és akkor így vetődött föl ez egyáltalán, hogy Erdoğannak talán béke Nobel-díjat kéne adni, micsoda remek kezdeményezés ez, és megkérdezték Szijjártót, hogy sürgette a törököket, hogy hagyják jóvá Finnország és Svédország csatlakozását. Ki vagyok én, hogy ebbe beleszólhassak, hogy egy ország, hogy a törökök ezt mikor csinálják, vagy hogy csinálják. Bezzeg a következő félmondatban meg azt mondta, hogy micsoda dolog az, hogy Svédországban koránt égetnek, és még azzal indokolják, hogy ez a szólásszabadság? Hát nem mondja, micsoda baromság ez, mondta így Szijjártó Péter. Na most akkor ki szól bele mibe? Abba, hogy a törökök mit csinálnak, nem szólhatunk bele, de hogy milyen a svéd alkotmányos berendezkedés és gyakorlat, abban nagyon is beleszólhatunk, sőt, baromságnak minősíthetjük. És ezek a, egyébként ez a svéd kormány ráadásul még elvileg a még szorosabb szövetségese is lehetne az Orbán kormánynak, hiszen itt most nem szocdem, hanem jobboldali kormány van, ráadásul szélső jobboldali külső támogatással, és mégis. Erre mondta egy volt szerkesztő a közmédiában, hogy a nyugati szélső jobb az itt jobb közép, és lassan már baloldali lesz. Tehát, hogy minél nyugatabbra menjünk, annál mérsékeltebbnek tűnik a ottani szélső jobb innen nézve. Hát akkor leesünk a térképről. Hát lassan igen. Ma olvastam pont egy felmérést, miszerint a fideszes
szavazók 42%-a szívesen látná Toroszkai Lászlót valamilyen fontos politikai szerepben. Más ellenzéki szereplőknél természetesen ez az a 10%-os sem ért el, tehát miért mindenki tudja, hogy Toroszkai Lászlónak milyenek a nézetei. És ha már ugye az amerikai szövetségesek szóba kerültek, még talán a hallgatók is emlékeznek a taszári repülőtérre, amely a délszláv háborúban nagyon fontos logisztikai bázis volt, sőt, nem csak logisztikai bázis volt, hanem innen szálltak föl Szerbiát bombázni az F-18-asok, nem csak Avianóból. Nos, ezt a repülőteret most online aukción értékesítik. Nem akartok venni egy repülőteret? Vagy szóljunk Mészáros Lőrincnek, hogy van itt egy eladó repülőtér? Szerintem egyetlen egy regionális repülőtér sem érett képes Magyarországon, tehát ezt tudjuk. Nem ezt, de hát ezt szerintem te pontosan tudod. Magángépekre lehet? Tehát, jó, de hát az más, az a kiskerted vagy, tehát hogy az egymás. Tehát, de itt, ha jól tudom, ingatlanokat árulnak, tehát hogy nem a repülőtér lesz eladva, hanem vesznek egy nagy mezőt, amit nem tudom, föl lehet parcellázni sok kis focipályának, vagy mit tudom én. Ráadásul ugye... Ha jól tudom, akkor a taszári repülőtéren 3 szállítógép, NATO kötelékbe levő C-17-es települ, tehát azokkal akkor szegényekkel mi lesz? Vagy azok maradnak, és ott fognak? Hát ezek szerint, ha nem a repteret adják el, de ha arra gondol az ember, be lehet rendezni szállodának, nem? Hogy, ez tök jó lenne. Hogy a következő években ez az orosz-nyugati, orosz-NATO szembenállás nem fog megszűnni. És hogy a NATO benne, Magyarország is, ezt még Orbán is elismeri, fegyverkezni kényszerül, akkor bennem fölvetődik az, hogy vajon Taszár ebben miért nem kap fontosabb szerepet? Jó, most Balkán talán átmenetileg nem olyan fontos, vagy nem olyan égető. Lengyel és román repülőterek már régen átvették ezt a szerepet. Igen, az lehet a magyarázata, hogy bár földrajzilag talán jó, kipróbált is volt, de egyre kevésbé bíznak meg Magyarországban, és azt mondják, hát van, ami van, de nem ide fogjuk koncentrálni az erőinket. Hogy ez nekünk nem jó, az biztos. Lehet, hogy a Wagner csoport fogja megvenni. Hát. Ez még azt hiszem, hogy még viccnek is nagyon rossz, viszont ezzel akkor a hetes stúdió második órájának a végére értünk. Én nagyon szépen köszönöm F. Szabó MS-ének a Magyar Narancs színeiben, Rostoványi Andrásnak, a Népszava külpolitikai újságírójának, Rostinak, és Bolgár Györgynek, hogy a hét legfontosabb hazai és nemzetközi eseményeit itt meg tudtuk vitatni. Én is köszönöm a lehetőséget, és ismételten üdvözölném nagymamámat. Csókolom. Az én rokonságom túl nagy ahhoz, hogy mindenkit felsoroljak. Köszönjük.